Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, nézzük heti egyéb bemutatónkat, a Bohém Rhapsodyát. Nos, a helyzet az az, hogy amikor gyerek voltam, akkor a Queen volt a kedvenc zenekarom. Ez pedig nyilván elég felvezetés ahhoz, hogy azt mondjam, hogy kimondottan vártam ezt a filmet. Sőt, igen régóta vártam ezt a mozit, hiszen több éve pletykálták, hogy készülőben van. Az első hírek még arról szóltak, hogy Sacha Baron Cohen szeretne filmet forgatni Freddie Mercury életéről. Aztán egyszer csak robbant a hír, hogy kiszállt a projektből, kreatív nézeteltérésekre hivatkozva a Queen még aktív tagjaival. Őszinte leszek, ezt nagyon rossz előjelnek ítéltem meg, hiszen nagyjából lehetett sejteni, hogy mi a probléma. Sacha Baron Cohen eredeti szándéka egy Freddie Mercury életrajzi film volt. Ráadásul, hogyha lehet hinni a pletykáknak, a királyt meglehetősen kendőzetlenül mutatta volna be, a negatív, illetve a pozitív oldalát is feltárva. Nyilván az, hogy ez a maradék Queen tagoknak miért nem tetszett, kétoldalú dolog. Egyrészt mondhatjuk azt, hogy szerették volna megóvni Freddie Mercury emlékét. Másrészt azonban azt is mondhatjuk, hogy valószínűleg nem szerettek volna egy olyan filmet, ami bemutatja Freddie Mercuryt, de a Queent egy picit zárójelbe helyezi. Mindenesetre megszületett a forgatókönyv, amire rábólintott a mai Queen, illetve rendezőt találtak a projekt mellé Bryan Singer képében, aki ugye később elhagyta a projektet. Nem sokkal ezután bejelentették, hogy Rami Malek fogja játszani Freddie Mercuryt a filmben. No, de ennyi felvezetés és mellébeszélés után nézzük, hogyan is sikerült a Bohém Rhapsodia. Az első és a legfontosabb dolog, hogy tökéletesen működik, mint nosztalgia bomba. Aki szereti és kedveli a Queent, annak pontosan olyan érzése lesz, mintha egy régi koncertfelvételt nézne. A Bohém Rhapsodia egy igazi óda a zenekarhoz. Itt azonban fontos megjegyeznünk, hogy végül is ez a mozi a Queenről szól, és nem csak Freddie Mercury életéről. Az elvitathatatlan, hogy a játékidő nagy részében az ő karaktere lesz a középpontban. Ugyanakkor a fontos pontok elsősorban a zenekarhoz köthetőek. És talán ennek is köszönhető, illetve Freddie Mercury emlékének, hogy a királyt nem meszteleníti le a mozi. Nagyon sok dologra utalnak, de közben odafigyelnek arra, hogy egy pillanatra ne váljon Freddie Mercury karaktere ellenszenvessé vagy kétértelművé. És itt most bejön az a kérdés, hogy vajon a Bohém Rhapsodia tulajdonképpen kinek készült. Ha azt mondom, hogy elsősorban a rajongóknak, akkor minden rendben van, hiszen ők valószínűleg egy ilyen alkotásra vágytak. Egy emlékműre, mely megidézi az igazi Queen szellemet. Ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy ha valaki nem Queen rajongó és Freddie Mercuryra, mint emberre kíváncsi, akkor talán egy picit csalódottan fog távozni a moziteremből. Többen is megemlítették, hogy a film nem merészkedik elég mélyre, és nagyon sekélyes. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy ebben van igazság, de közben azért vannak nagyon erős momentumai az alkotásnak, ilyen például az Under Pressure megszólalása. Emellett még a film pozitívumai közé sorolnám a rendkívül erős szereplőgárdát. Rami Malek nagyon jó a filmben, de az a helyzet, hogy a többiek is. Továbbá nekem nagyon tetszett, hogy annak ellenére, hogy viszonylag sokat tudok a Queenről, maguk a dalok születésének bemutatása még néhány újdonságot nekem is tartalmazott. Mivel Freddie Mercury a világ egyik legjobb énekese volt, mindenképpen pozitív döntésnek tartom azt, hogy a filmben használták az ő hangját. Véleményem szerint a Queen rajongók így kapták a létező legjobb élményt. Továbbá, amit még mindenképpen megemlítenék, a film lezárása. Az ilyen típusú életrajzi filmekhez képest kicsit szokatlan módon egy komplett koncert lezárást kapunk. Szerintem ez egy baromi jó ötlet volt, ugyanis az igazi Queen eszencia így csúcsosodik ki. Nem csak olyan, mintha az eredeti koncertet látnánk, hanem egy kicsit olyan is, mintha ott ülnénk a közönség soraiban. Habár nagyon féltem ettől a filmtől, pont a zenekar szeretete miatt nekem egy óriási pozitív meglepetés volt. Tényleg éreztem a Queen eszenciát, és benne van ebben a filmben. Ha kicsit morognék, akkor azt mondanám, hogy rohadtul nem bánnám, hogyha a Sacha Baron Cohen féle változat is elkészülne. Mondhatjuk, hogy a film az igazságot mutatja be, de átfogalmaznám úgy, hogy annak egy részét, és azt is megfelelő szemszögből. Bár hozzá kell tenni, hogy van egy-két tárgyi tévedés a moziban, de ezek azért olyan nagyon zavaróvá nem válnak. Igazából számomra a filmmel kapcsolatban egyetlen egy dolog vált zavaróvá. Bár megértettem, hogy Freddie Mercury emlékét egy pillanatra nem szeretné befolyásolni az alkotás, azt gondolom, hogy a végső felfogása egy picit túlzottan meseszerű. Hiszen amikor Freddie Mercury árnyoldalával találkozunk, annak is megvan az oka, egy személy, aki befolyásolja. Ráadásul a film során többször is megemlítik a zenekart, mint egyfajta családot.
Mégis a meseszerűség igazán nagy túlzását akkor éreztem, amikor elérkezünk a film fináléjához, és előtte úgymond Freddy rendbe rakja az egész életét. De mint ahogy már a bemutató elején említettem, maga az egész mozinak a felfogása ilyen, ha ezt elfogadjuk, akkor tudjuk igazán élvezni. A Bohém Rapszódia ugyan nem egy hibátlan alkotás, mégis azt gondolom, hogy egy Queen rajongó egy nagy stúdiós film esetében nem várhat többet. A Queen érzést megkapjuk, a dalokat hallhatjuk, és végig úgy érezzük, hogy mi is énekelni akarjuk őket. Nyilván egy ilyen volumenű zenekarnál nagyon fontos, hogy a néző hogy kötődik az egyes dalokhoz. Minden esetre nekem vannak személyes kötődéseim, és pont ezért tökéletesen betalált a mozi érzelmi szinten is. Én a magam részéről 75%-ra értékelném, és ha valaki kedveli a zenekart, akkor semmiképpen ne hagyja ki. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!